Sziasztok, sziasztok! Egy nagyon mérges oroszlán van itt előttem. Ne ijedjetek meg, se koncertótól. Az autó, amit megnéznénk, egy Peugeot 206-os, ami 1999-es évjáratú. Jövő év február 18-ig műszakival van ellátva. 1.1-es injektoros benzines, ugye. A járművünk is nagyon jó állapotú, műszakilag teljesen szerintem rendben van. Rögtön indítjuk is be a szerkentjünket. Amúgy új az akkumulátor benne. Igen, könnyedén indul. Hibátlanul dolgozik benne a moci. 166 ezer van benne, és ilyen kis vidáman dolgozik benne a motor. Elektromosak az ablakok, ugye jobbra-balra, ezt előbb meg is néztem, működik mind a kettő. Magyarországi, magyar nyelvű leírással, és egy nagyon jó kis rádió van benne, ez egy Bluetooth AUX csatlakozós, Bluetooth-os rádió, Sony márkájú, jól szól benne, és van egy digitális óra itt szemből. Ez a kormányoszlop állítható és légzsákos, ide van fölírva a légzsák, és állítható a fényszóró magasság. Az ülései teljesen kulturáltak, rendben vannak, a hátsó ülései szintén ugyanilyen szépek, tiszták, kellemes illat van benne. Feri és Peti van elnyújtózva ugye a hátsó ülésen, fejtámlák hátul, kényelmes lábtér, és egy narancs metál színű autót láttok itt rögtön, ami ugye 5 darab ajtóval rendelkezik. És ami biztos, hogy még egyszer azért megnézzük, van egy ilyen kis piros kar valahol alul, úgy meg is nyitottam, motorháztetőt kinyitottam, nézegessük meg azt is. Az autónk ugye 5 ajtós, kinyitottam a hátulját, legalábbis ez biztos, hogy nyitva van, nagyon szép tiszta különben, kötelező tartozékok, dönthető ülések, kalaptartóval rendelkezik. Van is szépséghibá is az autónak, ne csak jókat mondjak rajta róla. Ugye ez a jó kis UV-sugárzásnak köszönhetően így a lakfelület némely darabon megbontotta az egységét a járműnek, úgyhogy vannak rajta szépséghibák. Amúgy ilyen parkolási sérülések nem nagyon vannak rajta, ütés, horpadás, nyomás szintén nem található az autón, tehát teljesen korrektül rendben van, leszámítva ezeket az esztétikai sebeket rajta a járműnek egyes részeim. Az új akkumulátor, a csendesen dorozsoló 1.1-es benzinmotor, ami 6 hallóerős, 106-nál már volt cserélve egyszer a vezérlése. Látom, hogy többször foglalkoztak vele azért, hát remélhetőleg teljesen korrektül, rendben, karbantartott jármű ez a 206-os. Tehát akkor el is búcsúzom tőletek, de ne szaladjatok messzire. Egy rövid próbakör el fog menni Ferivel, Petivel és Concertoval. Remélhetőleg oda is velünk tartotok, addig is legyen szép napotok, a viszontlátásra!